Az idén nyáron Csongrádon megrendezett 32. Plenár Nemzetközi Alkotótelepen készült művekből nyílt tárlat a Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar rajzművészettörténet tanszékének galériájában. A plenár a 19. század második felében jött divatba, lényegében festés a szabadban, jellemzője a műtermi megvilágítás helyett a természetes szórt fény, a reflex színek megjelenítése. Több szempontból fontosnak tartom. 32 évvel ezelőtt, illetve már 33 éve, hogy engem először meghívtak a Darmstadt-i Szecesszió által a Mirabeli, dél-franciaországbeli művésztelepre, és ott nekem annyira megtetszett ez a hangulat, ami ott volt, egy ilyen 13. századbeli, tulajdonképpen egy romos városka volt, egy nagyobb várommal, és összesen 5 család lakta, franciák, majd a Pitt Ludwig, a Darmstadt-i Szecessziónak az akkori elnöke valahogy eltévedt erre a tájra, és nagyon megtetszett neki, rögtön megvette egy romot, és felújította, majd rábeszélte a többi német embert, barátját, darmstadtiakat, hogy jöjjenek el, nézzék meg, és amilyen gyönyörű hely, igyekezett rábeszélni őket, hogy ők is vegyenek egy-egy romot és hozzák helyre. Na, így is történt, úgyhogy a 80%-a német tulajdonban van ezeknek a házikóknak. Na most tényleg az ottani hangulat, meg ahogy az meg volt szervezve, hogy minden nap más náció főzött, mindenki azt csinált, amit akar. 2-3 ember kapott egy komplett házacskát, és tulajdonképpen tényleg szabadon azt lehetett művelni, amihez éppen az embernek kedve volt. Azon kívül szoros barátságok fűződtek, és mint mondtam, ez annyira megtetszett, hogy a következő évben már megcsináltam Csongrádon ennek mintájára a plenert. A kiállítás megnyitóját az STEJGPK énekzenetanszék hallgatóinak előadása színesítette. Közreműködött Kónya Crescenz, Kispására, Szabó Eszter és Molnására. Várajai Anna művészettörténész nyitotta meg. Nagyon jó a zene, és nagyon jó a képzőművészet, mert borzasztóan explicit módon tudnak érzelmeket kiváltani belőlünk, és a magyarázat, meg az interpretáció, az már csak rosszul jöhet ki ezek után. Úgyhogy én valami hasonlóval nem is igazán próbálkoznék, legalábbis ilyen didaktikus formában semmiképpen nem. Viszont ahogy látom, itt azért vannak hallgatóim, aminek nagyon örülök, és akkor én most a zene közben ki is találtam, hogy inkább most csak a hallgatóimat képzelem ide, jó? És akkor most nekik fogok egy picit beszélni. Azért is különösen jó ez, mert van ez a művésztelep, aminek már egy igen nagy hagyománya van, és hát és itt szerintem az is fontos, hogy a fiatalok hogyan tudják ezt fogadni, hogyan, most nem tudom, hogy kötelező volt eljönniük, vagy valami órának a keretébe kell itt lenniük, de tegyük föl, hogy nem, és tegyük föl azt is, hogy ez érdekes lesz majd, hogy megnézik ezeket a munkákat, és látják azt, hogy egyébként nyári szünetben mit csinálnak a mestereik a szabadidejükben, meg egy alkotótelepen. Na most ugye, hogy évről évre nézegetem ezt az anyagot, és volt szerencsém már pár alkalommal hát egy ilyen összefoglalást készíteni fejben a Csongrádi Művésztelep nyári terméséről.
Ezért valahogy mégiscsak, akárhogy is próbálkozom, mégiscsak fölmerül az, hogy valami tendenciózusságot így igyekszem fölfedezni, vagy valamiféle közös vonásokat, mert hogy az én fejemben már ezek az emberek, akik évről évre együtt csinálják ezt a művésztelepet, ők valahogy egy csoporttá váltak. Szóval nem igazán tudom már azt megtenni, hogy ne próbáljam, ne feltételezzem azt, hogy itt valami csoport szellem, vagy valamiféle közös vizualitás is nem alakul ki, vagy alakult ki a hosszú évtizedek során.